A hamisított lámpát Aladdin is hiába dörzsöli, a szellem annak nem engedelmeskedik. Hamupipőke elvesztett cipőjéről kiderül, hogy nem eredeti. A herceg már nem is kíváncsi a tulajdonosára. Klasszikus mesék, sajátos, mai átdolgozásban, a pályázat céljának megfelelően. Azt vettük észre, hogy a gazdasági krízisnél lényegesen nagyobb hatással van a gazdaságra ez a csaláshamisítás. Az elmúlt 10 évben vannak olyan ágazatok, ahol a termelés 10-15%-os kiesésért felelnek. Mintegy 2,5-3 millió munkahely veszett el az elmúlt 10 évben az Európai Unióból csaláshamisítás okán. Egy év alatt 178 millió hamis terméket foglaltak le az EU-ban 2008-ban. Ráadásul 20 millió olyan áru is volt közöttük, amelyek kifejezetten veszélyt jelentenek a vásárlókra. Elektronikai cikkek, selejtes autóalkatrészek, gyógyszerek. A győzteseknek járó díjakat világcégek ajánlották fel. Az egyik cég vezetője, Philip Lacoste, arról mesélt a díjkioszton, hogy személyesen őt is, és a cég alapító nagyapja emlékét is sérti, ha olyan termékeket lát, amelyeken az ő márkajelzésük van, de leri róluk, hogy hamisak. A hamisítványok elleni küzdelemben jogszabályokat is módosítani kellene. Michel Barnier, az Európai Bizottság belső piaci biztosa ugyanis azzal az adattal döbbentette meg a hallgatóságot, hogy a tengeren túlon tizedébe kerül egy termék márkavédelme, mint Európában. Ez az európai gazdaság számára nagy hátrány, ami ellen tenni kell a jövőben. De a megfelelő jogszabály nem minden. Nem lehet a törvény eszközeivel ezt a kérdést megoldani, hiszen társadalmi kérdésről is szó van. A társadalmi problémák megoldására pedig a tudatosság, a tudatossá nevelés a legjobb eszköz. Ezt a célt szolgálta a pályázat is, melyen a magyar gyerekek szép sikert arattak. A díj átvételekor azt mondták, a pályázat elkészítése alatt sokat megtudtak arról, miért olyan fontos küzdeni a hamisítás és kalózkodás ellen. A zsűri tagjai az európai vállalkozások, az Európai Bizottság és az Európai Parlament alkalmazottaiból, illetve képviselőiből álltak, és hát tulajdonképpen nagyon nagy különbség volt az első és a többi helyezett között a humor és az eredetiség tekintetében, úgyhogy az ő első helyüket semmi nem veszélyeztette egy percig sem.